mindenkinek, köszönjük szépen, hogy ilyen zord időjárásban is megtisztelték az előadásra jelenlétükkel. A most következő blokkunkban, ugye az előző két előadás az művelődés történet irodalomtudomány metszete volt, és most a következő négy előadásnak azért választottuk ezt a témát, hogy homok legyünk vagy magyarok, mert a közelmúltban nagy pót vett fel, sajnos azzal a megjelöléssel, hogy szegedi tudósok, angolok szegedi tudósok ilyen és ilyen eredményre jutottak, nevezetesen, hogy a magyarok azok hun eredetűek lennének, és hogy az genetikai vizsgálatok bizonyítják. Mi ezt az egész kérdéskört azért szeretnénk körbejárni, mert hogy meglehetősen problematikusak voltak ezek a nézetek, ott is elmondták a régészek is, és a történészek is, hogy miért nagyon, hát vicc, tulajdonképpen vicc kategóriájába tartozik mindez, amit ennek kapcsán lehet olvasni, de hogy ezt pontosabban megvilágítsuk, ezért ezt a nagy érdeklődésre számot tartó témát választottuk ennek a négyes blokknak a témájául, és úgy válogattuk össze az előadásokat, hogy legyen benne szó azokról a leletekről, amelyeket vizsgáltak, tehát a 10. századi honfoglaláskori 10. századi és hát egészen a 12. századig menő temetők leletanyagáról, hogy legyen egy előadás arról, hogy egyáltalán kik a hunok, és hányféle hun van, és ezekhez esetleg lehet-e közünk, vagy nem történetileg, és a harmadik előadás pedig magáról az archeogenetikai módszerről szól, amivel ezeket az eredményeket elérték, vagy hát nem biztos, hogy pont ezekkel a módszerrel, de amikkel dolgozniuk kellett volna. A negyedik ide tartozó előadás, tehát ebbe a témakörbe tartozó előadás pedig arról fog szólni, hogy művelődés történeti szempontból miért érdekes az, hogy sokszor még ma is a magyar népesség nagyon nagy része azt gondolja, hogy a hunok utódai vagyunk, tehát miért lehet ez a nézet olyan népszerű, hogyan jelenik ez meg a művészet történetben, az irodalomban, a magyarság nemzettudatában. Az első előadását a blokknak Révész László tanár úr, a régészeti tanszék, a BTK régészeti tanszékének a vezetője tartja, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És ahogy látják a címet, a honfoglaláskori temetőkről és egy picit későbbi temetőkről is fog szólni nekünk. A tanár úrról azt kell tudni, hogy nagyon sok helyen dolgozott már múzeumokban és egyetemeken, és oktatott és oktat párhuzamosan azzal, vagy hát legalábbis doktori disszertációkat vezet az ELTE-n is, hogyha jól tudom, és nem csak a Szegedi Egyetemen, a Miskolci Egyetemen is oktatott. Korábban Miskolcon a Herman Otto Múzeum főigazgatóhelyettese volt, és aztán a Nemzeti Múzeum főosztályvezetője, és még mai napig dolgozik a Nemzeti Múzeumban is. És hát, ahogy mondtam, Szegeden tanszékvezető. A témája pedig éppen a honfoglaláskori és a 10.-12. századi, tehát az Árpád-kor egy részének a magyar sír leleteinek a földolgozása. Az ő nevéhez fűződik annak a karosi temetőnek, a karosi temető sírjainak a földolgozása, amelyik talán leletegyüttesten a leghíresebbé vált az összes honfoglaláskori leletegyüttes közül, mert hogy a leggazdagabb sírleleteket, hogyha jól tudom, akkor ezek az anyagok tartalmazzák. És én nem is szeretném tovább húzni az időt, hanem akkor megkérem őt, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen! Vigyány helyettes az a tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal, a mai előadáson, és megígérem, hogy én nem fogom eldönteni, hogy hunok vagyunk vagy magyarok. Arra viszont ígéretet tudok tenni, hogy arról vázlatosan, mert hát egy órában nem fér bele több, fogok beszélni, hogy a honfogláskori temető kutatásában ma milyen nehézségeket, problémákat és milyen eredményeket tudunk elérni, vagy tudtunk elérni. László Gyula professzor, a Magyar Régészet honfogláskor kutatás egyik legnagyobb tekintélyű személyisége előadásait gyakran kezdte azzal a mondattal, hogy képzeljék el, ha én most meghalnék és eltemetnének, mi maradna belőlem? Hogyha 1000 év múlva az akkori kornak a régésze feltárna, és valamilyen csoda folytán
abból az időszakból, amikor én éltem, szinte semmiféle írott forrás nem maradna. Csak a temetőkben nyugvó sírokból, esetleg a települések alapjaiból, a kiásott szemétgödrök betöltéseiből kellene tájékozódni arról, hogy a 20. század embere hogyan élt, milyen kultúrája volt, milyen nyelven beszélt, milyen vallása, vallási rítusai voltak, és egyáltalán mennyit tudnánk meg életének a szövetéről. Hát nagyon keveset. Gondoljunk bele, hogy ha ez a harcos, akinek a rekonstrukciós rajzát most itt látjuk teljes pompájában, lovával, fegyverével, feldíszítve szépen, valahogy úgy, ahogy mi elképzeljük, hogy a 900-as évek elején ő hogyan nézhetett ki, és belőle maradt összesen ennyi. Néhány csont, néhány maréknyi ezüstdíszítmény, egy szabja, lószerszám, a túlvilági útra valóként szolgáló állatcsont a koponya mellett. Ennyi egy ember? Ez visszatükrözi azt, hogy ő hogyan élt? Tovább megyek. Egy néprajzkutató 19. század végén tanúja volt egy stepei férfi eltemetésének. És jó kutatóhoz illően följegyezte, hogy az illetőnek mit tettek a sírjába. Tulajdonképpen összeállított egy halotti inventáriumot, egy jegyzéket arról, hogy miket temettek az elhunytal. Kérem szépen, ez a jegyzék 36 tételből állt. Volt abban mindenféle ruhadarab, gyufa, kínai lakcsésze, tea, kés, más apró használati tárgyak, pokróc, és így tovább. Én összeszámoltam, ebből a 36 tételből körülbelül 4 vagy 5 olyan volt, ami maradandó anyagból készült. Ebből a 4 vagy 5 tételből kellene nekünk rekonstruálni ennek a hajdani embernek legalábbis az utolsó útját, hogy hogyan helyezték őt el annak idején a ravatalában. Hogy aztán ez mennyire tükrözi az ő hajdani életét, a társadalomban elfoglalt helyzetét, az megint egy más kérdés. Ha most erre a csontvázra nézünk, akkor idézzük azért egy kicsikét emlékünkbe az előbbi képet, amit láttunk, a selyem kaftánt, ami bizonyára kijárt neki, az aranyozott ezüstveretes bőrövet, a süveget, amiről nem tudjuk, hogy milyen formájú volt, az alsó ruháját, a nadrágját, a csizmáját, a lószerszámát, és azt a számos-számos tárgyat, amit még mellé tehettek a sírba, és amiről mi az ég egy adta világon semmit nem tudunk. Nos, én úgy gondolom, hogyha valaki ezekkel a régmúlt időkkel foglalkozik, akkor jár el helyesen, hogyha számba veszi először is a lehetőségeit. Mi az, amit tud, mi az, amit megtudhat, és mik a megismerés korlátai és lehetőségei. Ha valaki ezeket a korlátokat és lehetőségeket folyamatosan áthágja, és vagy a fantáziájával, vagy pedig egy másik tudományágnak az egyébként éppen olyan bizonytalan feltételezéseivel próbálja megpótolni, akkor lényegében légvárakat építünk, nem a múltat tudjuk meg, nem arról szerzünk több információt, hanem a saját elképzeléseinkhez fogjuk igazítani azt az 1100 éve eltűnt világot, azt a rég megszűnt honfoglaláskori milliót. László Gyulát még egy dologért ismeri, illeti elismerés, mégpedig azért, mert ő volt tulajdonképpen az első, aki rájött arra,
hogy a honfoglaláskori sírok nem csak érdekes tárgyakat tartalmaznak, és nem csak ilyen módon könyvek illusztrációjaként érdekesek, hanem a sírok együttese, összessége, maga a temető önmagában is forrásértékű. Hiszen nem véletlen, hogy a sírok milyen sorrendben kerültek a földbe, hogy egymáshoz viszonyított helyzetük milyen, hogy mitől van az, hogy az egyik férfi mellé lovat, szabját, veretesövet, tarsolylemezt temettek, a másikat pedig egy kis késsel meg egy csiholó acéllal bocsájtottak az utolsó útjára. Pontosabban annyit ismerünk belőle. Még egyszer mondom, annyit ismerünk belőle. Ez a felismerés, bátran mondhatom, hogy a magyar honfoglaláskor kutatásnak az egyik fordulópontja volt. Mind a mai napig hat, hiszen ezeknek a temetőknek az elemzése révén egy olyan korszakról tudhatunk meg nagyon sok mindent, amelyről belső írott forrásokkal nem rendelkezünk. 10. századi belső egykorú írott forrásaink nincsenek. Külső források vannak, muszlim, görög, nyugat-európai források és mások, de azok a Kárpát-medence belső életébe alig-alig világítanak be. Információ értékük ebben a tekintetben nagyon-nagyon kevés. Tehát fölértékelődik az objektíve létező régészeti leleteknek a jelentősége, még akkor is, ha egy pillanatra sem téveszthetjük szem elől ezeknek a hiányosságai. Márpedig hiányosságai vannak, hiszen itt van ez a temető részlet. Ismerünk belőle körülbelül 200 sírt, aztán nem tudjuk, hogy északra, délre, nyugatra, keletre, merre, mennyi, hogyan folytatódik, mikor kezdődött, mikor zárták le, mi a belső szerkezete, mi a belső időrendje. És tudják, az a probléma, hogy a lelőhelyeinknek a 95%-a ilyen, vagy még romosabb. Itt egy kicsit csaltam ennél a képnél, de illusztrációnak mindenféleképpen megteszi. Kérem szépen, az a, úgy látszik, hogy az előadást már László Gyula legalábbis idáig végig kíséri, az általa föltárt Csákberényi temetőről készült légifotó. Na most ez azért érdekes, mert a középső rész az, az a lilával jelzett üres folt, amit László professzor annak idején fölásott, és amiből következtetéseket vont le. És az összes többi, a sárgával jelzett sírok azok, amelyeket néhány évvel ezelőtt egy légifotózás alkalmával szerencsésen megörökítettek, és a kettő együtt mutatja a múlt ezen emlékéről szerzett tudásunknak a végzetesen töredékes voltát, hiszen ezek a sírok a mai napig a földben vannak. Nem tudjuk, hogy mit rejtenek. Szerencse, hogy még megvannak egyébként, és nem szántották el őket, vagy nem hordták el útalapnak. Viszont a róluk szerzett információk is egyelőre mélyen a föld alatt nyugszanak. Így van ez, kérem szépen, a honfoglalás korában is. Tehát mindenki jól teszi, hogyha vesz egy mély levegőt, és elkezd azzal számolni, hogy mi az, amiből ki tud indulni. Hát én vettem egy mély levegőt, elindultam a keleti Kárpátoktól, mármint képletesen, és reményeim szerint majd el fogok jutni a Lajtáig, meg a Morva folyóig, de egyelőre csak a Duna és az Ipoly vonaláig jutottam, hosszú, sok éves munkával, és arra az eredményre jutottam, hogy ezen a területen összesen 871 10-11. Századi lelőhelyet, temetőnek vagy sírnak a lelőhelyét sikerült megfigyelni, ami a fönti látható 19.241 sírt tartalmazta.
Na már ez is önmagában egyébként egy újdonság, mert eddig hasra csapásos alapon szokták azt mondani, hogy 10-11. Századból körülbelül 26-27 ezer sírt ismerünk. Most már kijelenthetjük, ennek a dupláját ismerjük nagyjából. Ha belevesszük a még föl nem dolgozott területeket, majd azok is sorra fognak kerülni. De sokkal nagyobb baj, kérem szépen, hogy erről a területről összesen 41 teljesen föltárt temetőnk van, mindössze 3349 sírral. Elnézést kérek, hogy ezekkel a statisztikai adatokkal untatom önöket. De meg nem állhattam, hogy mindezt elmondjam. Tudnélik, manapság divatos, futó, felületes olvasmány érvények alapján a honfoglaláskornak a rejtélyeit, sőt a totális, teljes magyar őstörténetet megoldani, egy-egy kósza ötlettel úgymond helyre rakni a hivatalos, egyszer majd magyarázza meg nekem, hogy ez micsoda, a hivatalos tudományt. Lehet ilyet is csinálni, ez nem több, mint egy gondolatkísérlet. A fáradtságos munkát viszont nem lehet megspórolni. Aki megspórolja, az csal. Aki csal, és ennek alapján állít erről a korszakról dolgokat, az pedig hazudik és félrevezeti a többieket. Vissza az alapokhoz. Hát ebből az anyagból kellene valahogy kiindulni, és én ezeket a sírokat éppen térképre is vittem. Nagyon-nagyon tanulságos ennek a térképnek a elemzése. Sajnálatos módon hosszan én most ebben nem tudok belemenni, de azért néhány dolgot mindenféleképpen szeretnék belőle kiragadni. Itt látják a jelkulcsot, remélem, hogy messziről is elolvasható, bár kis nem olvasható el. Akkor én mondom el, sárga pöttyökkel jeleztem azokat a temetőket, amik a 10. század első felében vagy az első kétharmadában kerültek a földbe. Pirossal azokat, amelyek a 10. század második felében keletkeztek, és legfeljebb a 11. század első harmadáig használták őket. Zölddel azokat, amelyeket folyamatosan használtak a 10. század valamely évtizedétől, a 11. vagy a 12. század valamely évtizedéig, és legvégül kékkel azokat, amelyeket a 11. században nyitottak. Na most itt mindjárt nekem is esetnének, hogy óriási ellentmondás van. Hát az előbb azt mondtam, hogy összesen 41 temetőt ismerünk, tehát mi az, hogy én most itt kategorizáltam, és vettem a bátorságot magamnak, hogy különböző színekkel jelöljem ezeket a korszakokat. Kérem szépen, a következőképpen jártam el, mint ahogy említettem is, két út között lehet ilyenkor választani. Az egyik út az az, aminek a kapcsán azt mondom, hogy kérem szépen, ismerünk erről a területről 41 temetőt, elszórtan, ebből gyakorlatilag nem állapítható meg semmi, mert annyira alacsony a reprezentativitása, és még mintavételnek is kevés. Tehát most akkor sajnálattal azt kell mondanom, hogy köszönöm szépen az érdeklődésüket, a viszontlátásra, fáradjanak haza, mert a honfogláskorról nem tudunk semmit. A másik megoldás az az, hogy a forrásokat a maga töredékes voltukban veszem tudomásul és használom. Tehát magyarán, ha van egy olyan temető, amit mondjuk a 10-11. Században használtak, de annak csak a 10. század utolsó harmadára keltezhető részlete került a felszínre, vagy csak azt mentették meg, akkor én adatként csak ebből a korszakból származó lelőhelynek könyveltem ezt el, egész egyszerűen, mert erről van adatom, és nem bocsájtkozhatom kutatóként találgatásba abban a tekintetben, hogy biztosan volt korábbi, meg biztosan volt későbbi részlete is, mert ezt semmivel nem tudom alátámasztani. Tehát a részletek tekintetében tévedhetek, de a nagy összefüggések és a
nagy átlag tekintetében alig, ha nem közelebb tudok talán jutni a hajdani valósághoz, amit nem fogok megismerni, hanem modellezni tudom azt, ami a töredékes emlékek alapján ebből a valóságból, ebből a hajdani világból megmaradt. Amit én előadok most itt önöknek, az ez a modell. Nem több és nem kevesebb. Néhány tanulságot címszavakban erről a térképről. Először is arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ilyen esetekben érdemes azt a vízszabályozások előtti alaptérképet használnunk, ami mutatja a hajdani Kárpát-medencének a vízjárta területeit. Tudnék, ha a mai földrajzi viszonyok közé, vagy Google térképre vetítjük rá ezeket a lelőhelyeket, az az ég egyadt a világon a számunkra semmit nem fog mondani, és semmit nem fog megmagyarázni. Az 1100 évvel ezelőtti földrajzi környezethez képest napjainkra gyökeresen, alapvetően és a nem szakember számára szinte felismerhetetlenül megváltozott a földrajzi környezet. Tehát az 1100 évvel ezelőtt élt emberek életterét nem helyezhetjük mai viszonyokat ábrázoló térképre. Ha ebből indulunk ki, akkor egy apró tanulság már is levonható. Ez az apró tanulság, kérem szépen, az, hogy a honfoglaló magyarok letelepedését alapvetően meghatározta a víz. Mindenhol folyók, tavak, időszakosan vagy állandóan vízjárta területekből kiemelkedő gerincek területén létesítették a temetőiket, és nyilván a közelben a telepeiket is. Ugyanakkor nagy általánosságban szabadon hagyták azokat a térségeket, amelyek állandó nagyobb folyóvízzel nem rendelkeztek. Tehát nem azért üres a bánságnak a belső területe, mert más államokhoz tartozik és nem kutatták. A Bácskának a belső területe, a Duna mente, a Tisza mente, az igen, ott van, meg vannak a lelőhelyek. A belső területen csak a 11. században, annak is csak a végén, főleg itt a középső és déli részeken népesült be. Ugyanez a helyzet a nyírséggel. A két oldalán még vannak lelőhelyek, de a nyírvizes területek tökéletesen üresek voltak, az ő életmódjuknak nem felelt meg, nem is telepedtek oda soha. Na most nagyon érdekes, a hajdúhát és a hajdúságnak a területe szintén ott följebb. Kérem szépen, a hajdani Tócó, ma már alig tudnak róla, hogy létezett egy ilyen folyó, létezett. Mentén, mint a gyöngyfüzérek, úgy sorakoznak a lelőhelyek. De hiába nagyon kiváló termőföldi adottságokkal rendelkeznek a hajdúság további területei, a lefolyástalan belső területeket messze elkerülték, de a Nagysárrét mocsaraiból kiemelkedő gorondokon bizony ott vannak, meg a Nagysárrétnek a perem területein is ott vannak. És lehetne így a végtelenségig folytatni. Ez egyben azt is jelenti, hogy végképp le kell számolnunk azzal a Kristó Gyula által terjesztett 1996-ban publikált térképpel, ami gyakorlatilag az 500 mm-es csapadék határ alatti szárazság területekre száműzte a honfoglaló magyarokat. Erről szó sincs. Azok a területek üresek, és következetesen üresek. Nem csak ezen a térképen, hanem a valóságban is, higgyék el, nem én szórakoztam és nem én tologattam a lelőhelyeket jobbra-balra. Na most, ha már beszélgettem a különböző periodizációkról, akkor még néhány dolgot szeretnék elmondani. Ezek a temetők, kérem szépen, viszonylag kicsik. Zömük mindössze néhány síros, vagy magányos sírok, vagy 10 alatti sírszámúak.
legfeljebb 27-30 sírosak, a következő kategória az nagyjából 50-60-70 sírosra tehető. Már ritkábbaknak számítanak jelentős mértékben azok, amelyeknek a sírszáma eléri, vagy néhány tucattal meghaladja a százat. És csak a 10. században használt temetők közül magasan, ritka, egyedi kivételnek számít egy lelőhely Sárét udvari Hízóföldön, ahol 262 egyént temettek el. Nem tudjuk, hogy mi az oka az ottani csoportosulásnak, de egész egyszerűen ez egy extrém kivételnek számít. Tehát a honfoglaló magyarok a folyók mellett, a vizek mellett éltek, és kis közösségekben laktak, nagy általánosságban mondva. Ezeket a telepeket viszonylag rövid ideig használták, viszonylag gyakran elhagyták, vagy gyorsan elhagyták, néhány évtizednél tovább ritkán használták ezeket a helyeket. Nyilvánvaló, hogy maga a magyarság is egyébként, ahogy etnikumát tekintve, úgy gazdálkodási módját tekintve is meglehetősen összetett. Tehát voltak közöttük elsősorban nagy állattartó közösségek. Szándékosan nem mondok nomádot, mert ilyen a Kárpát-medencén belül nincs. Voltak a földművelést kisebb, nagyobb mértékben űző csoportok, és természetesen mesteremberek is, de nagy általánosságban viszonylag kis létszámú közösségeik voltak. Na most, hogyha azt nézzük meg, hogy ezek a temetők, ezeknek a temetőknek a megszűnésében és aztán másutt újra telepítésében, megnyitásában van-e valamiféle ritmus, valamiféle törvényszerűség, na, akkor nagyon érdekes folyamatokra deríthetünk fényt. Olyan folyamatokra, amikről az írott források, amik nem léteznek, természetesen nem is tudósítanak bennünket. Belelátunk a Kárpát-medence tér és hatalmi szerveződéseinek a bizonyos vonásaiba. Hogy hogyan lakták be ezt a Kárpát-medencét, és esetleg hogyan, mikor, miért történtek bizonyos változások itt a Kárpát-medencén belül. Önkényesen kiemeltem ezek közül néhányat, és most ezekről fogok röviden beszélni, mert nagyon szalad az idő. Az egyik a Felső-Tisza-vidék. Kérem szépen, ez a Felső-Tisza-vidék 10. századi lelőhelyeit ábrázolja ez a térkép. Pirossal viszont külön megjelöltem azt a csoportot, amit főbb lelőhelyeiről én a magam használatára Tisza-Eszlár Karos Rétközberencs csoportnak neveztem el. Ennek a társaságnak a régészeti hagyatéka a környezetében szinte minden vonásában eltér. Eltér abban, hogy temetőik férfi többségűek, 60-64-66%-os férfi többségűek, ilyen módon egy természetes közösség, biológiai közösség nem jön létre. Ezek a férfiak erősen felfegyverzettek és méltóságjelvényekkel gazdagon ellátottak, és ezek a temetők a 10. század közepén egy csapásra megszűnnek, folytatás nélkül. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy a környezetüktől, tehát a nyíri mezőségnek a nyugati és középső területeitől, a Rétköznek a nyugati és középső területeiről, a Nyíregyháza környéki lelőhelyektől, a Szatmárbereg és Síkság lelőhelyeitől, a leletanyag összetétele szempontjából ordító különbségek vannak. Ez néhány kiragadott statisztikai példa vagy szám, amit erről a vidékről én most kiszedtem, de talán annak illusztrálására megfelel,
hogy lássák, hogy miről beszélek. Mennyire eltér egymástól a két társaság. Eltér a két társaság abban is, hogy ez a csoport, ez a piros pottyökkel jelzett csoport, ez kérem szépen nem csak a temetők összetételében egyedi, hanem abban is, hogy a temetői egymást őszomszédságában, egymástól 150-200 méterre helyezkednek el. És egykorúak ezek a lelőhelyek. Itt ezen a térképen én a karossi első, második, harmadik temetőt, egy negyediket Bodroghalom határában jelöltem, és van egy kérdőjel, mert valahol a föld alatt rejtőzik egy ötödik is, ahonnan kiszántott, vagy kiszedtek dinnyés kunyhó ásása közben egy tizedik századi ezüstpént, csak én hiába igyekeztem, és nem találtam meg. Majd a tanítványaim valamelyike 20 év múlva szerencsés lesz, és rá fog bukkani. Tehát temető csoportokat alkotnak ezek a temetők, nem egyedileg kezelendők, hanem csoportonként kezelendők. Itt van ez a karosi második temetőnek a térképe, nemek szerint, illetve a főbb mellékleteknek a feltüntetésével, illetve a harmadik temető egyetlen sorba rendeződő sírjai. Sajnos az első temető térképét nem tudom megmutatni, mert a szőlőültetés során még a 930-as években brutálisan megsemmisítették. Ha már itt tartunk a megsemmisítésnél, és ezeknél a temetőknél, még egy jellegzetességük van. Szinte mindegyik temető tartalmaz egy olyan kiemelkedő rangú férfi sírt, amelyhez hasonló a Kárpát-medence más térségeiben nem, vagy elvétve fordul elő. Az első közülük 1895-ben került elő Tarcalon, Tokaj-hegy alján, rajta volt a térképen is. Itt csak néhány tárgyat emeltem ki a férfi méltóság jelvényei közül, aranyozott ezüstveretes szabja, tarsolylemez, övveretek. A következő ilyen sírt Kenézlőn, a Bodrog közben, 1913-ban szántás közben forgatták ki, ennyi tárgyat sikerült belőle jószerivel megmenteni. Eperjeskén, ugyancsak Szabolcs megyében, a helyi földbirtokosok tártak föl egy homokbányával szinte megsemmisített temetőben 8 sírt, közte két ilyen tarsolylemezes sírt, gyönyörű szép díszítményekkel, amiket aztán később rendszerbe is sikerült szednünk. A sors tréfája, hogy ezek a birtokosok pontosan leírták, hogy ezek a tárgyak a sírba, hogy helyezkedtek el 1922-ben. És ezt nekik 70 évig senki nem hitte el. Senki. Mindenki azt mondta, hogy butaságokat beszélnek, meg összekeverték, összezagyválták a leleteket. Na de menjünk tovább. Geszteréd 1927. Kár, hogy régész nem volt jelen, csak egy bojtárgyerek, akinek a disznai viszont kitúrták az egyik vezérünknek a tetemét a homokból, és jószerivel a néhány nap múlva helyszínre siető nyíregyházi múzeológus Kis Lajos a disznók szájából ráncigálta ki az szabja arany markolatgombját és más kitűnő leleteket. Ki tudja, mennyi veszett el közülük. Zemplén, 1958, ma Szlovákiába esik, egy ásatási melléktermék, vaskori halomsíros temető föltárása során, de legalább régész tárta föl Wojtek Budzinski Kricska, budavári Béla barátunk, azt a gazdag férfi sírt, akinek a tetemei köré aztán a 60-as években igen erős hírlapi kacsát röptettek, és álmos sírjaként hosszú évekig vitatkoztak a jelentőségéről. Sajnos aztán a későbbi évek sem voltak kegyesek hozzánk. A Rakamaz 1974. A TS új tolólapot kapott. Úgy gondolták, hogy az amúgy is lapos határukat még laposabbá kell tenni, és a itt-ott még előforduló buckákat gyorsan el kell legyengetni. Elegyengedték.
Az egyik buckában már lépni se lehetett az embercsontoktól és az arany meg ezüst szerelékektől, amikor végre valakinek eszébe jutott, de titokban, mert a főnökei különben kirúgták volna, hogy szóljon a régészeknek. Nyíregyházi régészek, a helyszínre siettek, kérem szépen, és valóságos detektív munkával, volt akinek a fagyasztóládájából, volt akinek a fáskamrájából, kapargatták össze egy rendkívül gazdag honfogláskori temető leleteit, közt a vezéri sírnak a leleteit, ezt az szabja markolatvéget, tarsolylemezt, arany szemfedő lemezeket és másokat. Hát, kérem szépen, ezek az adataink, ezek a leggazdagabb honfogláskori férfi sírjaink. Így vigyázott rájuk az utókor. Ajánlom figyelmébe mindazoknak egyébként, akik hatalmas mellénnyel szoktak kommentelni különböző régészeti jellegű cikkek alatt, hogy mi a franc értelme van ennek a bölcsész marhasságnak. Lehet, hogy semmi, nem tudom. No, ezek a karosi leletek is majdnem erre a sorsra jutottak hajszál híján. De legalább volt a szomszéd tanyában egy fiatalember, aki észrevette, hogy a mélyszántás miket hozott a felszínre, és szólt a múzeumoknak, és így sikerült legalább ezt a két temetőt a pusztulástól megmenteni, közt a vezéri sírokkal. Azokkal a vezéri sírokkal, amelyeknek kérem szépen két nagyon fontos jellemvonását emelném most ki. Az egyik, hála a szegedi biológus kollégáknak, a DNS vizsgálatok kimutatták, hogy a második temetőben nyugó vezér, tehát ő személyesen, aki itt a képen van, és a harmadik temetőben nyugó vezér testvérek, anyai és apai ágon egyaránt. Nagyon sajnálom, hogy a sajtóban ez a hír nem kapott kellő fórumot, tudik, ez a szenzációja ennek a vizsgálatnak, nem az a hülyeség, amit a hunrokonságról terjesztettek ennek a kapcsán. Ezt kellett volna fölkapni. A korabeli társadalom és hatalom szerveződés egyik alapvető fontosságú adatának a birtokába jutottunk. Ráadásul még azt is kiderítették, hogy a két karosi temető között, népessége között genetikai szempontból nem volt kapcsolat, a vezéreket leszámítva. Friss még az adat, úgyhogy még dolgozni kell ennek az egésznek a kiértékelésén. No, de ez az, amiért ezt az egészet érdemes csinálni. Ha már ennél a képnél tartunk, kérem szépen felhívnám a figyelmüket, már az eperéskei lelet kapcsán mutattam ezt a így tartó tegeszt. Ez persze már rekonstrukció, de a vereteket a sírban eredeti helyzetükben figyeltük meg. A felajzott íj tárolására szolgált. Méltósági elvény volt. A honfoglaló magyarok esetében ugyanis, mint más pusztai népeknél, nem tetszés szerint aggattak magukra mindent, ami éppen eszükbe jutott, hanem ami a társadalomban elfoglalt helye, szerepe szerint az illetőt megillette. A honfoglaló magyaroknál a fegyveröv volt a méltóság jelzője, és mindazon tárgyak és fegyverek, amiket arra akasztottak a lemezes vagy veredekkel díszített tarsoly, az arany vagy aranyozott ezüstveretes szabja és az aranyozott ezüstveretes készenléti ígytartó tegez, aminek a közepét kérem szépen szvasztika, a négy égtájat jelképező veretek és a világ mindenséget jelképező veret sor szimbolizálta. Az embernek ilyenkor óhatatlanul eszébe jut a kazár főemberekről írott egyik forrás, akkor arról tudósítanak, hogy amikor kivonul az illető, előtte egy napkoronghoz hasonlatos, póznára erősítve egy napkoronghoz hasonlatos tárgyat visznek. Na most a honfoglaló magyarok esetében tudjuk, hogy kettős fejedelemség létezett náluk, valószínűleg létezett legalábbis egy ideig a szakrális szent fejedelem és a tényleges ügyintéző fejedelem. Ezt a történészek azt mondják, meg az orientalisták, hogy kazár mintára vették át a magyarok. Nagy valószínűséggel nem csak ezt a politikai berendezkedést vették át, hanem annak a szimbólumrendszerét is. Tehát úgy tűnik, hogy a honfoglaló magyarok egyik méltóság jelvénye a napszimbólum volt, és az, hogy hazánk egy meghatározott szögletében
létezett egy olyan kör, akik jogosultak voltak viselni a nagyfejedelem hatalmi jelképét, az én véleményem szerint megengedi azt a következtetést, hogy valahol azon a területen keressük a 10. század első felében uralkodott magyar nagyfejedelmek hatalmi központját, és ezekben a Tiszaeszlár, Karos, Rétközberencs típusú lelőhelyeken pedig az ő mesterségesen szervezett katonai kíséretüknek a hagyatékát, ahol a vezérek nyugodtak családjukkal, házanépükkel, szolgáikkal, valamint helyzetükből adódóan nőtlen kísérő harcosaikkal. Hát, ha már annyit emlegettem ezt a harmadik temetőrnek a vezérjét, akkor itt is mutatok egy képet róla. Még egy dolgot azért erről a vezéri körről hadd meséljek el maguknak. Kérem szépen, nagyon érdekes, hogy az a három sír, amit régésznek volt alkalma megfigyelni, a zemplén meg a két karosi, rítus szerint hajszálnyira azonos módon került a földbe. Nevezetesen mindegyiknek megfordították a szabjáját, és a hegyével a koponya fele irányították. És mindegyiknek az övének, a veretes övének a lecsüngő végét fölhajtották a bal vállhoz. Nem tudok nem arra gondolni, bár lehet, hogy ez már szabad képzelet társítás, hogy a pusztán a Gyula, vagy a tényleges ügyintéző fejedelem a szakrális fejedelem elé ugye csak úgy járulhatott, hogy levette a süvegét, és a levette és a nyakába akasztotta az övét. Valami, hát a süvegét nem tudjuk, hogy levette, mert nem maradt meg. De lehet, hogy valami hasonló szokásnak a maradványaival találkozunk itt, annak a halvány visszatükröződését kaptuk el ezeken az ásatásokon. Talán majd a későbbi szerencsésebb leletek erre választ adnak, talán meg arra is, hogy mitől van az, hogy a Magyarországon talált, sírokban előkerült muszlim pénzeknek, arab dirhemeknek és volgai bolgár utánzajtaiknak a 80%-a erről a falatnyi területről került elő, és ennek a sírjaiban. Persze voltak ott mások is, nyugat-európai meg bizánci pénzek, no de hát, hogy ne lettek volna? Valószínűleg ez volt az a kör, amelyik a kalandozó hadjáratoknak a vezetője volt, amelyik a fejedelem belső embereit rejtette magával. Nyilvánvaló, hogy ők voltak azok, akik a hadjáratok zsákmányaiból és a hadiadóból leginkább részesedtek, ahogy egy bolgár forrás mondta, egy hasonló kísérlet, ők voltak a fejedelem etetett emberei. És nyilvánvaló, hogy a luxus cikkeket forgalmazó távolsági kereskedelem résztvevőik, karaványai azt a helyet keresték föl, ahol drága luxus cikkeik számára fizetőképes kereslet volt. A fejedelmi udvart és környezetét. A figyelmesebbek azt is láthatják, hogy ezeken a pénzeken 2-3-4 luk van általában a peremen, tehát ezeket ők nem pénzként, hanem díszítményként használták a lószerszámukra, vagy a ruházatukra varva. A többséget persze beolvasztották, és a saját ízlésüknek megfelelő régiséget készítettek belőle. Igen ám, de történt valami a 10. század közepén. Ez a világ véget ért. Ezeket a temetőket lezárták, az ott nyugvók utódai valahova elkerültek, nem tudjuk, hogy hova, de sejtjük. Kérem szépen, az utóbbi évek régészeti ásatásai kapcsán egyre erősebben nyilvánvaló, hogy valahol a délpesti síkság környékén, nagyjából Soroksár, Dabas, Ócsa, Bugyi, Dunavecse környékén, Taksony környékén találunk olyan temetőket, méghozzá több típusút is, egy vegyes népesség emlékeként, amiknek a zömét ekkortájt nyitották. Ráadásul
Igaz, későbbi írott forrásunk arról is tudósít bennünket, hogy az augsburgi csatavesztés után trónra került új nagyfejedelem Taksony temetkezési helye a róla elnevezett falu határában van, a mai Taksony település határában legnagyobb valószínűséggel a történész kollégák azonosítása szerint, és ezek a lelőhelyek bizony ennek a Taksonynak, Taksony falunak a környékén helyezkednek el. De ezek már nem olyan okán, mint a korábbiak. Itt van egy sírnak a részletfotója Dabasról. Pénzek ebben is vannak. Ezek azok a típusok, amik a Karos Tiszaeszlár féle társaság legfiatalabb, legkésőbbi veretei, de itt már egy luk van rajtuk csak, és a nyakra fölfűzve viselték ezeket. A nőknél némi ruhadísz is található, ami érdekesebb viszont a számunkra itt a képnek az alsó sarkába, kérem szépen, megjelennek azok az új típusú ékszerek velük együtt, az úgynevezett S-végű hajkarikák. És ezeknek a lelőhelyeknek szinte mindegyikében ezek kimutathatók, amelyek a 10. század első felének a lelőhelyről totálisan hiányoznak. De megvannak a 10. század nagy második felétől, inkább az utolsó harmadától. Lehetséges, hogy azt a Felső-Tisza-vidéken széttelepített kíséretet, vagy annak egy részét Taksony, amikor szétszette elődeinek a katonai kíséretét, nyilván politikai okokból, és új székhelyet keresett magának, akkor ide telepítette, és ezeket találjuk meg néhány évvel ezelőtt, ugye, Bugyi Kisvágy pusztán került elő egy tarsolylemezes férfi sír, csupa szegény, alig mellékletes vagy melléklet nélküli más síroknak a társaságában, de ez az egy tárgy, ez a kopott, használt, javított tárgy, ez még felső-tiszavidéki műhelyi munkáját dicséri nagy valószínűség szerint. Hú, de jó lenne, hogyha Magyarországon lehetne stronciumizotópos vizsgálatokat végezni, hogy kiderítsük, hogy ez az úriember hol született. Én nagy tétekbe mernék rá fogadni, hogy nem ott, ahol eltemették. Térjünk most egy kicsikét vissza, megint a Felső-Tiszavidékre, de most nem ehhez a karosi társasághoz. Kérem szépen, tisztulni tűnik, vagy látszik a kép, egy másik területen is, hogyha itt a térképnek a felső részére tekintenek, némi elszólt sárga pöttyöket látnak, ott fönt Szolyvától kezdve, tehát a Latorca völgytől kezdve, Beregszász, Tarpa, Tiszacsoma, Csenger, Csengersima, egészen Kolozsvárig. Megjegyzem, ez a három kolozsvári lelőhely, Észak-Erdély, egyetlen biztosan 10. századi lelőhelye. Tehát minden tiszteletem Bóna professzoré, meg mindenki magyarság tudatáé. Kérem szépen, én jelenlegi tudásunk alapján felelősséggel kimerem jelenteni, hogy ezen három lelőhelyen kívül Észak-Erdély területéről nincs más honfoglaláskori lelőhelyünk a 10. század első felében. Aki tud ilyet, az mutassa meg nekem is, nagyon boldog leszek. No de ennek van ám az egy érdekes hozadéka. Ezek teljesen más jellegűek, mint akár az előbb látott Taksony környékiek, vagy a még előbb látott Karos környékiek. Kérem szépen, ezek 2-3-5 maximum 6 síros kis temetők, de roppantul gazdagok. Férfiak, nők vegyesen, de inkább férfiak, olyan luxus cikkekkel, amik máshol szinte nem fordulnak elő, valószínűleg Kijev környéki műhelyekbe készült süvegcsúccsal, viking iskolázottságú mesterek által cizellált kengyelekkel, zablákkal, olyan veretes kaftánnal, amilyet egyébként a Kárpát-medencében máshol eszébe nem jutott volna férfinak magára venni. Ez egy nagyon érdekes társaság volt. De hát látszólag egymástól is elszigetelve ott a nagy semmi közepén léteztek és éltek. Mi keresni valójuk volt ezeknek ott? Hát ha önmagában csak a honfogláskori leleteket, a magyarnak tartott leleteket nézzük, akkor semmi. De hogyha
egy pillantást vetünk erre a térképre, főleg ott az északkeleti részre, a Hernádvölgytől a Felsőbodrog közön át, a Szatmár-Berigi síkságon keresztül a Szilágyságig és Kolozsvár környékéig, kérem szépen azt tapasztaljuk, hogy ott egy szláv népesség lakott ebben az időszakban, akiknek a hamvasztásos sírjait, halomsírjait egyre jobban kezdjük a régészeti ásatások révén megismerni. Valószínű, hogy ezek a kis előkelő közösségek, nem tudok most másra gondolni, ezeknek a csoportoknak, ezeknek a helyben talált szláv csoportoknak a felügyeletét látták el, hiszen számukra létfontosságú volt ennek a vidéknek a felügyelete, a kereskedelmi utak, és főleg a Szamosvölgy miatt, hát egy nagyon fontos sószállító útról beszélünk, amit nyilván a honfoglaló magyarok is kihasználtak, és nem véletlen, hogy a három kolozsvári temető, amit föltártak, minden szálával a Felső-Tisza vidék fele kapcsolódik. Nem a Marosvölgy, nem a Kelet-Alföld, a Felső-Tisza vidék felé kapcsolódik. További érdekesség, hogy ezek a temetők, ezek a kicsike kis temetők a 10. század első fele után szintén eltűnnek. De nem maradnak utódok nélkül. Érdekes módon egy második hullámban olyan több tucat sírt tartalmazó temetőhorizont követi őket, akiknek a hagyatéka, persze az előzőekhez képest jóval szegényesebb, és akiknek a hagyatékában, kérem szépen, idegen eredetű tárgyak tűnnek föl, de nem keleti idegen eredetűek, hanem nyugatiak. A Kelet-Alpok vidéknek létezett egy speciális vegyes régészeti kötlakkultúrának hívják. Kérem szépen, olyan fülbevalókkal, karperecekkel és más ékszerekkel ellátott sírok kerülnek elő, zilakról, szalacsról és más lelőhelyekről, ami azt jelenti, hogy valamikor a 10. század második felében, 11. század elején egy új népességet telepítettek a magyar nagyfejedelmek ebbe a körzetbe, akik szintén nem voltak hosszú életűek, mert aztán a 11. században új és immár népesebb lakosság követte őket, akkor már Észak-Erdély területén is a dobokai, a kolozsmonostori és más földvárak építői és keresztény lakossága. Ez már egy új tanulság, de minden esetre valamiféle jele, illetve bizonyítéka a térség benépesülésének. Hát itt egy szerény mutatvány abból a azoknak a szláv hamvasztásos síroknak a hagyatékából, amiket itt a Szilágyságban és a Szatmár-Beregi síkságon találtak. És hogyha már errefele haladunk, hát akkor ne felejtsük el végezetül a mi szűke pátriánkat, Szeged környékét is. Hajózzunk ki a Maros környékén, illetve a Maros hullámain erre a vidékre. De mielőtt kihajóznánk, azt azért szeretném jelezni, hogy Dél-Erdélyben a 10. század előttről honfogláskori temetőt nem tudunk kimutatni. Az első lelőhely horizont az egy viszonylag szűk körben, nagyjából Déva, Szászvárostól Marosgombásig és Várfalváig, az a 10. század közepe táján telepedett meg, viszonylag jól keltezhető sírokkal. Azon a területen, Gyulafehérvár környékén, ahol egy viszonylag sűrű helyi lakosságot találtak, ami részben szlávokból, részben avarokból állott, illetve azoknak a bolgároknak a leszármazottaitól, aldunai bolgárokról beszélek, akik erre a területre szintén a só és a nemesfém bányák felügyelete céljából, még a 10. század, illetve bocsánat, a 9. század elején tették rá a kezüket. Azokról a bolgárokról van szó,
akiket a Kárpát-medencében egyébként nyelvészek és történészek, főleg szlavista kollégák nagyon sokfele keresnek, de én merem állítani, hogy régészeti horizontjuk egyedül ebben az körülbelül 50 kilométeres sugarú körben mutatható ki. Másutt nem. Sem Csongrád környékén, sem a Maros mentén kijebb, ahogy ezt feltételezték. Lehet, hogy Csongrád neve Csernigrád, Feketevár, bolgárszláv gyökerű, de hogy egyetlen megveszekedett cserépnyi régészeti lelet ennek a bolgár voltát nem támasztja alá, a mind a mai napig, ráadásul ezt a földvárat se találják egyébként, az teljesen biztos. Amit viszont találunk, a Marosvölgy vidékének rendkívül érdekes település területe, és ezzel szeretném majd lassanként bezárni ezt az előadást. Itt azért nem járatlan úton ballagtam, hiszen Kürti Béla tanár úr már az 1990-es évek közepén itt a Maros torkolat tájának a temetőiről és azoknak az időrendjeiről olyan nagyon bölcs és megfontolandó gondolatokat tett közzé, amelyeken én nagyon sokat töprengtem, és amelyeket a saját munkámban is igyekeztem továbbfejleszteni. De nem teljesen értek egyet az ötleteivel, az új leletek alapján. Tudnélik, nekem az jött ki, hogy kisebb körzetekre lehet bontani ezt a területet. Amivel ő nem foglalkozott, az nagyjából Nagylaktól az Arad környékéig terjedő térség. Látják, hogy azt csupa pirossal meg kékkel pöttyöztük tele. Ezt a területet is a 10. század második felében szállták meg erőteljesebben. Úgy tűnik, hogy innen népesedett be a Marosvölgynek aztán a belső erdélyi területe is. Ami a mi számunkra sokkal érdekesebb, és ez soha nem vonta senki össze, kérem szépen. Itt a Maros Aranka közén nagyjából Nagyősz, Csanád, Bukova puszta környékén olyan lelőhelyeket figyelt meg egy kislégi Nagy Gyula nevű kutató a 19-20. Század fordulóján, hogy egy sír, aztán 30 méterre 5 sír, 150 méterre 2 sír, aztán megint 8 sír, egy-egy kisebb halombásva, másodlagosan vagy halom nélkül esetleg. És mindenki meg volt róla győződve, hogy ezek a sírok, ezek az ásatások csonkák, hogy kislégi nem tárta föl a teljes lelőhelyeket. Igen ám, csak aztán hála a szegedi kollégák szorgalmának, meg az autópályás nagyfelületű ásatásoknak, itt a Maros-torkolattal szemközti területen, öt halom környékén, Kiskundorozsma környékén, Röszke környékén, hirtelen összeállt a kép, ahol ugyanilyen szituációkat találtak. Egy sír, aztán 80 méterre odébb 8 sír, aztán 3 sír. Tehát nem is igazi temetőknek hívják ezeket, hanem azt mondják, hogy temetési terület. Na most Kürti tanár úr korábban azt mondta, hogy ez a csak 10. században használt temetőknek a vidéke, itt ez a Maros-torkolattal szemközti térség, aminek aztán nincs is folytatása, csak majd a 11. században, de 10-11. Századi folyamatosan használt temetők itt nincsenek. Ebben egyetértek vele. Viszont azzal egészíteném ki, hogy ezt a vonalat egészen Nagyősz vonaláig ki lehet húzni, és azoknak a Klárafalva, Deszk, Kiszombor környéki temetőknek egy része, amiket Móra Ferenc ásott ki, és amelyek sajnos a mai napig közöletlenek. Egy része, hiába találtak ott 10. meg 11. századi sírokat is, nem bizonyítható, hogy a temetkezések folyamatosak. Elképzelhető, hogy volt ott egy kis 10. századi temető, majd arról mit sem tudva a 11. században egy másik temetőt ástak fölé. Ilyet tucatjával tudok a Kárpát-medence más jól megfigyelt ásatásaiból idézni. Tehát volt egy olyan lelőhely horizont, ami most már nagyjából Aranka völgytől
Szeged-Kiskun-Dorozsma határától egészen Kiskunhalas, Balotaszállás, két hét óta Tázlár környékéig húzódik. Ezekkel a magányos, gazdag, női, főleg női gazdag sírokkal, és szegényesebb, de fegyveres, szintén magányos vagy kis temetőkben nyugvó férfi sírokkal. Egy mozgékony, a helyzetét gyakran változtató, de oda többször visszatérő közösségnek a lenyomataként, aminek viszont a hagyatéka a 10. század harmadik negyedének a végén, tehát ezt bonyolultan mondtam, tehát a 970-es, 80-as éveknél tovább nem keltezhető. Én ezekben nem látnám a Felső-Tisza vidékről ide telepítetteknek az utódait, Kürti tanár úrral ellentétben, mert ezek a lelőhelyek a 10. század elejétől kimutathatók. Viszont ettől a területtől totálisan eltér Csongrád környéke. Kérem szépen, az a terület a 10. század, tehát itt Csongrád, Csanyterek, Tömörkény vidékére gondolok. Tehát a Tisza jobb partjára, a Böldi révi jobb partjára. A balra nem, a Szentes környéke más tészta. De a Böldi révnek a jobb partja az a 10. század első felében nagyon szórványosan telepedett be, viszont a század közepétől hirtelen fölbukkannak ott olyan temetők, amelyek teljesen más jellegűek, mint ez a Balotaszállástól Kiskun-Dorozsmán keresztül Nagyőszig terjedő lelethorizont. Hogy mi a különbség köztük? Hát kérem szépen, ez a Kiskun-Dorozsma balotaszállási temetők egyik vezérlelet, ezek az úgynevezett csüngőtagos kaftánberetek. A 10. századi magyar női viselet legreprezentatívabb darabjai. Szeretném jelezni, hogy ilyenek a Felső-Tisza vidéken mutatóba sincsenek. Tehát azoknak a temetőknek az asszonyai, lányai nem viseltek ilyeneket. De itt ezek a Szeged környékiek, igen. Itt vannak ezek az úgynevezett rozettás lószerszámveretek ezekkel meg. Az az érdekesség, hogy a 10. századi gazdag női síroknak két jól elkülöníthető rétege van. Az egyiknek rendkívül gazdag a ruházata, ilyen csüngős kaftánveretekben, tehát teljesen dísztelen a lószerszáma. A másiknak rendkívül gazdag a lószerszáma, mint például ez a törteli lelet, vagy balotaszállás, de abszolút dísztelen a ruházata. És ez a két réteg sose keveredik egy síron belül, tehát ez a két viseleti forma. Egy területen belül mindegyik föl kimutatható, például itt Szeged környékén, de egy síron belül soha. Egyszer meg kéne oldani, hogy ennek mi az oka. Erről most nem beszélnék, viszont arról igen, hogy az a Csanyterek Csongrád környéki társaság minden tekintetben eltér attól a térségtől, amit itt Szeged környékén ki tudunk mutatni. Ott már megjelennek a kései típusú fegyverek, kétélű kardok, nyíltámaszos balták, és megjelennek és jellemzőek ezek az úgynevezett trapéz alakú vállas kengyelek, amik a 10. század közepénél korábbi sírokra egyáltalán nem jellemzőek. Tehát ezt a Csongrád, Csanyterek, Tömörkény körüli társaságot valamikor a 10. század második felében pontosan akkor telepítették oda, amikor egyébként Taksony környékére is új telepesek érkeztek, meg amikor a Felső-Tisza vidék itt most nem tárgyalt és nem mutatott más részére, Nyíregyháza környékére, egészen szabatosan akarok lenni, Hajdunánás, Hajdúdorog, Nyíregyházától Tisza-Salamonig terjedő sávba telepedett egy új társaság, vagy amikor Gyöngyös környékére egy ugyanilyen csoportot telepítettek, és még tudnám folytatni. Ez már kérem szépen a magyar államszervezés telepítéseinek az egyik terméke. És azzal szeretném zárni az előadásomat, megköszönve a türelmüket, mert visszaéltem vele, ahogy látom,
azzal, hogy a régészet önmagában nem tud minden kérdésre választ adni. Szükségünk van a természettudományos vizsgálatokra, mint a falat kenyérre. Az archeogenetikai vizsgálatokra is. De nem mindegy, hogy miből veszünk mintát. Miről akarjuk azt mondani, hogy ez a honfoglaló magyarok reprezentánsa. Most, hogyha végig tetszettek hallgatni azt, amit én mondtam, akkor mi a reprezentáns? Az a Karos környéki, nyilvánvalóan elit alakulat, az összeverbúvált katonák, akik nem reprezentálhatják a 10. századi magyarságot? Vagy ez a Szeged környéki megint csak egy sajátos, rendben temetkező, és nyilván így is élő közösség, amelynek elszórt temetői közül kettő nagyobb emelkedik ki, mint a világító torony, Szeged Algyő és Sándor falva Eperjes? Vagy az a Csongrádi környéki társaság, amelyik viseletében, szokásaiban, időrendjében, fegyverzetében, minden lét ékszerében, minden létező módon eltér. Mindegyik 10. századi, mindegyikre a hagyományos fölfogás szerint azt mondjuk, hogy honfoglaló magyar. Honfoglaló magyar? Köszönöm szépen a figyelmüket. Természetesen, hogyha valakinek valami kérdése van, igyekszem rá válaszolni, ha tudok. Igen, igen, én is ezt szeretném kérni. Én nagyon szépen köszönjük az előadást, rendkívül izgalmas volt. Azt hiszem, hogy nem csak nekem. És akkor kérdezem a közönséget, hogy van-e kérdésük. Nekem 3 is van, de nem akarom ezzel senkivel belefolytani a szót, hanem csak azt szeretném jelezni, hogy ha esetleg várnunk kell nem csak a fényre, hanem a kérdésekre is, akkor én addig föltennék, esetleg van-e kérdés, mert akkor nem én kezdem természetesen a kérdéseket, hogyha másnak is van kérdése. Én azt szeretném addig kérdezni, amíg gondolkoznak, hogy az a körülmény, hogy a felső Tiszavidéken voltak ezek a vezéri temetők, jár-e valamilyen erős, vagy gyenge, vagy akármilyen következtetéssel arra nézve, hogy a kétféle koncepció közül az anonimuszi mese, hogy ugye milyen irányból jöttek be a honfoglalók, illetve a másik történet, amit többen talán történészek inkább vallanak, hogy Erdély irányából, és nem a Felső-Tiszavidék irányából, tehát nem a Vereckei hágón, vagy hát nyilván lehet, hogy is minden irányból jöttek, de hogy ebből a leletanyagból tudunk-e valamilyen következtetést levonni, ami mondjuk a honfoglaló magyarságnak a honfoglás irányáról, vagy a honfoglás útvonalairól mond nekünk valamit. Talán ez sokakat érdekel. Én őszintén szólva nem merészkednék ilyen következtetést levonni. Tehát gyakorlatilag az a 19. század végének, 20. század elejének a kutatási állapota volt, amikor egyes leleteket, sírokat, temetőket az akkori kutatók idézőjelbe téve azzal bíztak meg, hogy utakat őrizzenek, hágókat őrizzenek, réveket őrizzenek, stb. Ezek nem egy alkalommal jöttek létre, és nem egy alkalomra jöttek létre. Ezek egy tetemes része évtizedekig fönnállt. Tehát én azt gondolom, hogy a honfoglalás útirányáról ez semmit nem árul el az ég egyadt a világon. Nekem az a szerény véleményem, hogy én jártam a Vereckei hágónál, ha csak a Vereckei hágón vezetnénk be a honfoglaló magyarokat, lehet, hogy az utolsó még most is ott kocogna. Tehát én azt hiszem, hogy praktikusabb azzal számolnunk, hogy a rendelkezésükre álló az Alduna és a Verecke közötti összes hágón, ahogy lehetett, jöttek befele, és foglalták el az új hazának a területét. Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? A Dunántúli részekről nem láttunk itt képet. Hát az nem véletlen, mert azon még nem készültem el. Ja, hogy azért. Gondolom, hogy nem csak én vagyok az, akit mondjuk
korai székelyekhez köthető telepek, temetők esetleg érdekelnek, hanem van itt más is a teremben rajtam kívül, hogy tudunk-e ezekről valamit? Tehát ugye most egy lelet körül van vita, uh-huh. hogy az lehet-e 10. századi, vagy nem lehet ez a bizonyos fúvókadarab, uh-huh. ami jelek vannak, és úgy tűnik, hogy azok a székely írásnak az első előfordulása is lehet ez a lelet, nem biztos persze, hogy az, de lehetséges, hogy az. Hogy voltak-e a 10. században székhelyekhez köthető telepek, amit most már tudjuk, hogy a székhelyekhez köthető, vagy ez is egy olyan történészi toposz, amit megőrződött? Igen, maradjunk az utóbbiban. Tehát a következő a helyzet. Én nem szívesen megyek bele, mert ugyan végeztem magyar szakot, de nem tartom magam nyelvésznek. Tehát megértem azt, amit a nyelvészek fejtegetnek, de óvakodnék attól, hogy beleszóljak az ő dolgukba. Ugye tehát néhány szóban összefoglalva, ugye azt lehet mondani, hogy maguk a székely nyelvjárások sem egyformák, hanem több területről jönnek össze. Például, ugye én úgy tudom, hogy a háromszéki nyelvjárást az elsősorban az őrség őrvidék területéről származtatják. És úgy gondolják, hogy ízlés szerint van, aki a 11. században, van, aki a 10-ben, van, aki a 11-ben, van, aki később telepíti be onnan a székelyeket. Na most van egy rossz hírem. Az őrség és az őrvidék területe a 10. században nem volt lakott. Annak nem volt magyar lakossága. A 11. században sem volt. Tehát a régészetnek megvannak a maga súlyos korlátai. De egy valamit mindenféleképpen képes kimutatni. Azt, hogy egy adott területen létezett-e emberi élet egy adott időben, vagy nem. Na most azt ki tudjuk mutatni, hogy Nyugat-Dunántúl esetében a Zala folyó vonalát a 10. század közepéig a magyar település terület nem lépte át. A Zala folyótól nyugatra, de még mindig kisléptékkel a 10. század második felében jelennek meg az első temetők, és a későbbi őrségi, őrvidéki részeken pedig majd csak a 11. században, illetve a 12. század elején. Tehát, hogyha onnan telepítették volna el őket, akkor azt kéne mondanom, hogy alig, hogy letelepedtek az őrségben, már mentek át háromszékbe, hogy vihessék magukkal a nyelvjárásukat. Gyakorlatilag hasonlót tudok mondani a telegdi székelyekről. Tudnék, itt a térképemen nem véletlen, hogy a Sebeskőrös völgyében Nagyvárad a legkeletebbi lelőhely, a Királyhágó irányába, attól keletebbre egyetlen egy 10. századi temetőnk nincsen. Tehát lehet, hogy valamikor ott laktak a telegdi székelyek, de hogy nem a 10. században, az hol biztos. Úgyhogy én igen erős szkepszissel viseltetek ezek iránt. Nekem az a véleményem, tehát még egyszer mondom, tudom én, hogy valahogy föl kell oldani azt a ellentmondást, hogy de hát akkor a háromszéki nyelvjárások meg a őrségi, őrvidéki nyelvjárások mégiscsak miért rokoríthatók egymással. Én elhiszem ezt a nyelvész kollégáknak, hogy rokoríthatók. Én erre azt tudom mondani, hogy a Kárpát-medence egy általunk nem ismert, egyelőre nem meghatározható pontjáról költöztek az őrségre, őrvidékre is, és háromszékbe is a magyarok, és nem egyik helyről, vagy a székek, bocsánat, és nem egyik helyről a másikra. Ez az én véleményem. De nem tudok rábökni arra a pontra, hogy honnan. Köszönöm szépen. Akkor én ezt egy fél mondattal egészíteném ki, hogy van más nyelvészeti magyarázat is ennek a hasonlóságnak a magyarázatára. Tehát nem csak az az egy magyarázat létezik, ami a legelterjedtebb, ez Benkő Lórándé. Igen, most hanem, a Benkő Lórándot Hanem azóta azért más magyarázatok is léteznek, nyelvészeti magyarázatok, amik hasonlóak ehhez, vagy még ezen kívül is van más is. És a harmadik kérdésemet csak azután szeretném föltenni, hogyha most már valaki más is kérdez. Pedig az is izgalmas, úgyhogy ösztönöznék mindenkit, hogy kérdezzen. Akkor kénytelen vagyok én. Mit jelent az, hogy két hete tázlár?
Nyilván ez egy új lelet. Igen, ez egy teljesen új lelet. Egy Galina Zsolt kollégám egy ásatás kvázi melléktermékeként, mert nem ezt kereste, egy Árpád-kori szállástemetőnek a föltárását végezte ott, és annak a során talált egy 10. századi, úgy tűnik egyelőre, hogy magányos rozettás lószerszámos női sírt, gyönyörűen a feje alá tett nyereggel, lószerszámveretekkel és hasonló érdekes tárgyakkal, de ez még publikálatlan, csak hát volt olyan kedves és engem értesített róla. Viszont gyönyörűen szépen beleillik abba a körbe, amit itt megrajzolhatunk ezen a környéken, tehát Balotaszállás, Kiskunhalas, Dénes Marcell utca, most már Tázlár, Idéb, Bordány, Szatymaz, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az a rozettás lószerszámos női kör, ami itt Kürti tanár úrnak a korábbi Bolyárhalom János szállás csoportja területén megvolt, az köszöni szépen él és virul, csak kibővült. Köszönjük szépen akkor még egyszer az előadást, és akkor, hogyha nincsen más hozzászólás vagy kérdés, akkor még egyszer megköszönöm a rendkívül érdekes előadást. Köszönöm a figyelmet. Szerintem még egy tapsot. Köszönöm.